Sok szeretettel köszöntelek titeket, és köszöntöm a minket, nézőket, hallgatókat a Hagyomány és Haladás beszélgetés sorozatnak a mai adásában. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének szervezésében a mai adásnak a témája nagyon izgalmas, a magyar filmfesztiválok múltja, jelene és jövője, és e kapcsán a mai adásnak a vendégeit hadd köszöntsem első között Demeter Évát, Kolarik Tamást, Mikulás Ferencet, Zágoni Bálintot, illetve hadd mutatkozzak be, én pedig Takó Sándor vagyok, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa, én fogom a mai beszélgetést, nekem én lehetek olyan szerencsés, hogy moderálhatom a mai beszélgetést. Mielőtt azonban röviden bemutatnál titeket, engedjétek meg, hogy röviden egy szomorú aktualitással kezdjem, mielőtt a beszélgetést elkezdenénk. Mai napon hosszú betegség után 90 éves korában elhunyt Gyarmati Lívia, kétszeres Európa filmdíjas, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, érdemes és kiváló művész, a magyar mozgókép mestere. 1932-ben született Budapesten, Helsko János kísérleti filmrendezői osztályába járt a színművészeti főiskolára, és Böszörményi Géza férjével közösen olyan kiváló alkotásokat jegyeztek közösen, mint például az Ismeri a Szandi Mandi című játékfilm 1969-ből. A filmrendező munkásságát számos elismeréssel jutalmazták. Balázs Béla díjjal tüntették ki 1978-ban, 1987-ben érdemes művésznek, 1990-ben pedig kiváló művész díjat kapott, 2001-ben pedig a Magyar Örökség díjjal ismerték el a művészetét, és 2000-ben férjével, Böszörményi Gézával közösen Kossuth díjat kaptak, valamint 2004-től a Magyar Mozgókép Mesterei címet is elnyerte. Ezúttal szeretnénk részvétünket kifejezni a családnak, és Isten nyugosztalja a filmrendező asszonyt. A szomorú aktualitás után viszont engedjétek meg, illetve a minket követők is engedjék meg, hogy köszöntsem a most itt levő vendégeket, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok most velünk. Első között hadd köszöntsem Mikulás Ferencet, a magyar film és animáció élő legendáját, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelted jelenléteddel és a hatalmas szakmai tudásoddal minket is, hogy itt lehetünk. A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatóját, ebben a titulusodból kifolyólag sok kérdést szeretnék majd feléd intézni. 1971 óta vezeted a Kecskeméti Rajzfilm Stúdiót, amely már a Kecskemét Film Kft. Néven működik tovább, és több film és film sorozat producereként, olyan ikonikus alkotások alkotójaként ismer téged sok generáció, mint a Magyar Népmesék, a Mondák a Magyar Történelemből, vagy a Vízipók, Csodapók sorozat, tényleg csak, hogy néhányat említsek a sok fantasztikus alkotás közül, és több egész estés külföldi filmben úgy szintén fontos produceri feladatokat látsz el. 2008-ban Balázs Béladéban részesült, és 2011-ben kiemelkedő alkotói tevékenységért átvehette a Magyar Köztársaság érdemérme kitüntetést. Hadd köszöntsem egyúttal Demeter Évát a vendégek között, a Szolnoki Alexander Trainer Art Film Fesztivál igazgatóját, a Szegedi Egyetem Bölcsész Tudományi Karán amerikanisztika kommunikáció szakon végzett, már az egyetem utolsó évei alatt bekapcsolódott a Nemzetközi Tudományos és Képzőművészeti Filmfesztiválok szervezésébe, és az Ártmozi Egyesület vidéki alelnökeként szintén rendszeresen részt vesz a hazai fórumokon, és 2020 óta pedig a Szolnoki Filmfesztiválnak az igazgatója. Ennek a titulusában nagyon sok kérdéssel szeretnék úgy szintén feléd készülni.
hadd mutassam be Zágoni Bálintot, filmrendezőt, filmalkotót, az Erdélyi Központú Filmtett Egyesület ügyvezetőjét és a Filmtett Fest Erdélyi Magyar Filmszemle fesztivál igazgatóját, akinek olyan alkotások fűződnek a nevéhez sok filmszakmai kiadvány mellett, mint a 2011-ben megjelent ikonikus magyar producerről szóló Janovics Jenő a Magyar Páté című dokumentumfilm, vagy a tavaly debütált az elveszett Kolozsvári Bánkbán című dokumentumfilm, 2009 óta vezeti a Filmtett Egyesületet, és végül, de abszolút nem utolsó sorban, hadd köszöntsem Kolarik Tamást a vendégek között, Bánfi Miklós díjas, magyar filmdíjas filmalkotót, szintén számos filmszakmai kiadvány szerzőjét, szerkesztőjét, Móli Nagy Művészeti Egyetem oktatóját, Magyar Média Mecenatúra program korábbi, illetve a korábban működő 2010 és 2019 között működő programnak az ötletgazdáját és vezetőjét, aki amellett, hogy számos hazai és nemzetközi filmfesztiválnak a rendszeresen hívott zsűri tagja, olyan módon is szépen összeköti a mai témánkat és a meghívott vendégeket, hogy mindhárom filmfesztiválon voltál korábban zsűri tag, tehát így belülről is láthattad a zsűrinek a munkáját, és engedelmetekkel első körben Tamás felé is fordulnék. Úgy terveztem a mai alkalmat felépíteni, ugye a címünk a filmfesztiválozás, a magyar filmfesztiválozás múltja, jelene és jövője, úgyhogy ebbe ez szerint a tematika szerint haladnánk, és akkor első körben a múlt felé mennénk. Ugye most zajlik jelen pillanatban a 75. Cannes filmfesztivál, tehát ebből is látszódik, hogy ez egy fontos, és ez most már egy hosszú időre visszatekintő filmfesztivál, és a fesztiválok is hosszú múltra tekintenek vissza Európában. Megkérhetlek arra téged, Tamás, hogy első körben hogyan és egyáltalán milyen célban indultak az első filmfesztiválok? Erről egy pár mondatot tudnál kérlek nekünk mondani? Én is szeretettel köszöntök mindenkit itt a jelen térben és az online térben is velünk lévők közül. Köszönöm szépen a kérdést. Viszonylag nehéz dióhéjban összefoglalni a filmfesztiválok, az európai filmfesztiválok történetét, de hogyha egy kezdőpontot kéne találnunk, akkor nem Cannes-ra gondolnánk, hanem Velencére. Ugye az első klasszikus filmfesztivál, azt szokták mondani, hogy 1932-ben Velencében rendezték meg, és nagyon érdekes, hogy hogyan született ez a filmfesztivál, mert az Olasz Szállodaiparosok Szövetsége és Benito Mussolini körül összegyűlt propaganda gépezet együttesen hívta életre ezt a fesztivált, amelyet ugye a klasszikus szezonon túlra terveztek egy kicsit, azért is, hogy megtöltsék az idegen, tehát a vendéglátóipari helyeket, a szállodákat, és összekapcsolódott már ekkor ugye a filmben a gazdaság, a szórakoztatóipari termék mi volt, és ugye a művészeti élet. Velence volt, ahogy szokták mondani, az első zászlóshajó, és az összes többi fesztivál szépen lassan ebből nőtt ki. Nagyon érdekes módon pont abban a környékben, azon a vidéken Locarno lett a következő, majd Cannes, majd utána ugye a Vasfüggöny kevésbé szerencsésebb felén ugye Carlo Vivariban is megalapítottak egy filmfesztivált, 1951-ben Berlinben, Nyugat-Berlinben jött létre filmfesztivál, nyilván ennek is volt politikai üzenete ugye a fal másik oldalára, vagy az épülő fal másik oldalára tekintve. Érdekes módon az NDK-ban is szerveztek dokumentumfilmes fesztivált, erre válaszul. De valójában ugye Cannes, Velence és Berlin határozta meg az első időszakokat, de hogy egy kicsit, mivel a magyar filmfesztiválokról fogunk itt beszélgetni kedves vendégeinkkel, barátainkkal, amelyről egyébként azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon fontos esemény, mert nem is tudom, hogy volt-e már olyan alkalom, hogy fesztiválszervezők közösen gondolkodhattak, és közösen találkozhatnak, és közösen eszmét cserélhetnek, talán egyszer. Az előző évben a Szavária Filmfesztivál keretében volt egy konferencia, amelynek a központi témája Magyarország és a határon túli magyar érdekeltségű filmfesztiválok voltak. Tehát ezt lehet mondjuk második alkalomnak tekinteni. De visszatérve a történetre,
a magyar filmgyártás története és a magyar filmfesztiválok története nagyon párhuzamosan és gyakorlatilag időcsúszás nélkül haladt az európai filmgyártás és filmfesztiválok történetével. Az első országos filmszemlét 39-ben és 1940-ben Lilafüreden rendezték meg, majd utána a II. Világháború, a szovjet csapatok itt maradása egy kicsit megakasztotta ezt a folyamatot, aztán 63-tól indult újra Magyarországon, Pécsen a fesztivál szervezés, hogyha az országos méreteket tekintjük, és valójában itt ül mellettünk annak a fesztiválnak a szervezője, akik a legrégebb óta, azt hiszem 53 éve velünk vannak, ugye a Szolnoki Filmfesztivál, mindenképpen szimbolikus, hogy az éváik által kezelt és vezetett fesztivál a legrégebb óta Magyarországon folyamatosan, kimaradás nélkül megrendezett fesztivál. Tehát az országos filmfesztivál 63-ban indult, azóta minden évben egyfajta országos filmfesztivál szerveződik, ugye változó neveken és változó helyeken, ebben az évben Veszprémben szerveződik az országos magyar filmfesztivál, de a 60-as évektől folyamatosan nőttek ki egyébként nagyobb vidéki városokba filmes események, amelyek közül jó pár meg is maradt, ilyen például 1971-től a már említett Kecskeméti Filmfesztivál, amely animációs témával foglalkozik, a komoly és régi fesztiválok között mindenképpen meg kell említenünk a Cinefestet, amelyet talán 18 éve rendeznek meg folyamatosan, a Bálinték Fesztivál is több mint 10 éves a múltra tekint vissza ugye Kolozsváron. Talán Dióhéjban ennyit, és hogyha rátérünk az egyes fesztiválokra, akkor könnyebben ki tudunk tekinteni a társfesztiváloknak a szervezésére. Nagyon szépen köszönöm itt a nagyon informatív és érdekes bevezetőt, és pont ez az, amire szeretném, hogyha a következő percekben rátérnénk. Nagyon, tehát itt az általános kitekintő mellett minden fesztivál más és más, más célokból alakult, más időpontban alakult, más különböző műfajokra jött létre. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti miképpen, milyen célból indítottátok a fesztiváljaitokat, illetve milyen, gyakorlatilag milyen hogyan kezdődött gyakorlatilag a fesztiváljaitoknak a története, és hogyha lehetek, akkor ilyen szemtelen, akkor első körben Éva felé fordulnék, hogyha már a Szolnoki Filmfesztiválról volt szó, akkor kérlek szépen, tudnál esetleg erről nekünk mesélni? Természetesen, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek köztetek, és én is köszöntöm az online minket nézőket. Ahogy Tamás is említette, tulajdonképpen a Szolnoki Filmfesztivál az egyik legrégebbi magyarországi filmfesztivál, ami 1969-ben indult a városunkban, akkor a Szolnoki Kulturális Hetek keretében rendezték meg ezt az eseményt, és van egy nagy múltú művésztelepünk 1902 óta, ami tulajdonképpen meghatározta a kezdést és az ezt követő folytatást is. Ugyanis 1969-ben először, mint filmszemle volt jelen ez a rendezvény a város életében. Ez azt jelentette, hogy akkor még nem fesztivál volt, tehát nem díjazták a filmeket, egyfajta ilyen bemutató jelleggel hozták létre ezt az eseményt, és a Szolnoki Művésztelep művészeinek munkáit is bemutatták ez időszak alatt, és ez ugye tulajdonképpen hagyománnyá vált, hogy ezt követően a Művésztelep művészeinek munkáiból válogattak a díjazott alkotóknak, és nagyon érdekes, ahogy most visszaolvastam a kis Szolnoki Filmfesztiválok története kiadványt, ami a mi gondozásunkban készült el, és tulajdonképpen hosszas kutató munka előzte meg a létrejöttét. Itt az egyes évekre visszanézve különböző mennyiségű filmeket neveztek, és tulajdonképpen elérünk 2021-ig, a tavalyi évig, amikor már 3500 filmről szól a fáma, tehát a nevezett filmek száma. Úgyhogy itt egy nagyon szép növekedést tekinthetünk meg az elmúlt évek folyamán. És az idei év pedig azért különleges, 2022, mert a 30. filmfesztivál lesz, tehát eleinte ugye 7 évente rendezték meg, vagy pedig ahogy a büdzsé éppen engedte, de tulajdonképpen most fogunk elérni egy szép kerek évfordulóhoz, a 30. filmfesztiválhoz. Még a történeti visszatekintéshez annyit tennék hozzá, hogy először
a moziüzemi vállalat vállalta fel ezeknek a rendezvényeknek a gondozását. Utána a Filmterjesztők Országos Szövetsége és a Tisza Mozi Kft. 1988 óta gondozza az eseményeket, ugye tulajdonképpen én nem mint indítója, hanem mint először kisgyermekként résztvevője voltam ezeknek az eseményeknek. Az édesapám Demeter István nevéhez fűződnek a rendezvényeknek a gondozása, és 1988 óta folyamatosan részt vesz ezeknek az eseményeknek a gondozásában, és a 2000-es évek voltak azok az évek, amikor évről évre megrendezte a filmfesztivált, tehát onnantól kezdve tekinthetjük folyamatosnak, és a képzőművészeti tematikájú filmfesztiválok mellé társultak a tudományos tematikájú fesztiválok, és először a határon túli magyarság felé nyitott, utána pedig nemzetközileg is megnyílt a nevezésre a lehetőség, és így egyre többen jöttek külföldről. És elérkeztünk a 2018-as évhez, ami szintén egy fordulópont volt, ekkor felvette a filmfesztivál a nevét az Oscar-díjas magyar születésű Trauner Sándornak, aki egy nagyon híres látványtervező, és innentől kezdve Alexandre Trauner Art Film Fesztivál néven folytatjuk filmfesztiválunkat, megőrizve a hagyományokat, a képzőművészetet, a tudományt, és természetesen a diák filmeket is, hiszen ennek is nagyon nagy hagyománya van a mi filmes rendezvényünk kapcsán, és évről évre igyekszünk a színvonalat is megőrizni és bővíteni a kísérő rendezvényeket, úgyhogy én dióhéjban ennyit gondoltam, ami talán fontos lenne. Nagyon szépen köszönöm, és hadd forduljak Ferenc felé, aki szintén a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál alapítója, amely fesztivál igazgatója, amely animációs műfaj és meghatározó fesztiválja most már évtizedek óta. Nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon megköszönöm, hogyha szintén egy pár mondatban összefoglalnád, hogy honnan indult, honnan gondoltad azt, hogy ezt meg kell csinálnod, és milyen célból, milyen ambíciókkal indítottad el a fesztivált? A Kecskeméti Rendezvényesület 1971-ben indult annak idején a Pannonia Kecskeméti műtermeként, és hát tudtuk, hogy nem a fővárosban vagyunk, tehát be kell építeni azokat a kényszerpályákat, hogy a kollégáink, a filmjeink a nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket. Ez először egy nemzetközi ösztöndi rendszert indítottam, a világ különböző tájáról érkeztek fiatal kollégák, utána pedig hát arra gondoltam, hogy el kell menni fesztiválokra és megnézni, hogy mi történik a világban. Hát abban az időszakban két olyan fesztivál volt a szocialista országokban, ahol érdekes filmeket lehetett látni. Egyik a Krakkói Rövid Filmfesztivál, a másik pedig a Zágrábi Filmfesztivál volt. Krakkói az, mint említettem, rövid filmfesztivál, de hát animációs filmeket is vetítettek. A Zágráb pedig kimondottan animációs filmfesztivál volt, és a nemzetközi fesztivál, tehát a világ minden tájáról lehetett filmet nézni. És akkor a kollégáimmal azt mondtam, hogy menjünk el, saját költségünkön mentünk, diák otthonban aludtunk, de hát fontos volt, hogy lássuk, hogy mi történik, és hát nagyon jó volt, mert feltöltődve jöttek haza a kollégák, mondották, hogy ők is tudnak hasonlót csinálni, és hát valójában így is volt. És én is arra gondoltam, hogy nem csak filmet tudunk esetleg hasonlót csinálni, hanem fesztivált is tudunk hasonlót szervezni. És akkor hát a Pannonia a filmstúdióban nem volt filmszemle, évente lebetítettek filmeket újságíróknak, de hát már olyan sok film készült, hogy igazán nem lehetett egy-egy délelőtt megmutatni a sajtónak az elkészült filmeket, ezért felvetődött, hogy kellene valahol csinálni egy filmszemlét, de hát igazán senki nem kapkodott az ötlet után, és akkor én úgy gondoltam, hogy Kecskeméten megcsináljuk ezt a filmszemlét, mégpedig azért gondoltam, hogy egyrészt jó a Kecskemét is tudnának, jó a magyar animációk szakmának, jó a városnak, és hát tulajdonképpen a világnak be tudjak mutatni a magyar animációs művészet értékeit. Először, mint említettem, filmszemle volt, csak magyar filmeknek a Pannoniában készült filmeknek a bemutatása volt, majd később hát, film,
fesztivál volt, tehát már komoly díjakkal, elismerésekkel, és hát akkor arra gondoltam, amikor az Európa Közösséghez csatlakoztunk, hogy hát próbáljuk valahol milyen formában az európai filmkultúrát segíteni, hogy az európai filmnek készítsünk hát egy fesztivált, tekintettel arra, hogy nagyon erős volt a Pannonia Filmstúdió az egész estés filmeknek a készítése. Először egész estés filmekben hirdettünk versenyt, tehát európai egész estés filmeknek, majd később aztán a televízió megjelenésével, vagy helyesebben népszerűségével a televíziós animációs filmek nemzetközi versenyét is indítottuk. Engem is meglepett tulajdonképpen az a siker, ami a Kecskeméti Animációs Fesztivál jelentette. Tudnék, hogy nagyon sok esetben nem a kultúrás kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok alakultak is. A végét mondom, ma több partner fesztiválunk van, Távol-Kelettől kezdve Európában. Ezeknek bemutatjuk a filmjeit, a mi filmjeinket is. 30 országból több mint 50 nemzetközi hírű, több Oscar-díjas vagy Oscar-díjra nominált rendező volt a zsűriben, és hát én a fesztivált a szó eredeti értelmében ünnepnek tekintem a rendezvényünket, tehát meghívjuk nem csak azokat, akiknek versenyben van, hanem az egész magyar animációs szakmát. Tehát azt tudom mondani, a Kecskeméti Animációs Fesztivál 4 vagy 5 napon keresztül a magyar animáció ünnepe, és hát gondolunk azokra a kollégákra is, akik már nincsenek közöttünk, összművészeti fesztiválták, kiállítások, előadások és konzultációk, tehát nagyon sok rétű tulajdonképpen a fesztivál, és hát elértük azt, hogy hát ma már nagyon sok felé hívnak bennünket, vagy hívnak engem, és hát van lehetőségem bemutatni a 100 éves magyar animációt Teheránban, Hiroshimában, Kínában, tehát nagyon sok felé a világban. Nagyon szépen köszönöm, és akkor Szolnok, Kecskemét után pedig nagyon nagy öröm, ugye, hogy Erdélyből is egy fesztivál igazgató képviseltet itt meg, hát nagy szeretettel köszöntelek téged is. Bálint, tudnál esetleg úgy szintén egy pár szóban szólni, hogy milyen célokkal és milyen ambícióval vágtál neki a fesztivál szervezésnek? Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm azokat, akik követik ezt a beszélgetést. A Filmtet Festnek a létrejöttet talán nem annyira szokványos, mint az előbb elhangzott fesztivál történetek, hiszen egy kiadói projektből jött létre Kolozsváron, a Filmtet szaklapnak az ünnepi rendezvényeként 2001-ben, és az idén szervezünk a fesztiválnak a 22. kiadását. És hát ez a szoros kapcsolat a Filmtet szaklap, majd később a Filmtet portál szerkesztősége és a fesztivál szervezői között ez a mai napig fennáll, hiszen gyakorlatilag ugyanaz a szűk csapat szervezi a fesztivált is, mint a Filmtet portálnak a megjelentetését. Ugyanakkor a fesztivál létrejöttének egy fontos szempontja volt az a felismerés is, hogy Erdélyben nagyon ritkán volt alkalom arra, hogy magyar filmet közösségi élményként lehessen megnézni különböző erdélyi településeken, illetve hát még az is egy fontos szempont volt, hogy amennyire lehetett a magyar filmes szakembereket, filmalkotókat próbáljuk valamennyire közel hozni, kapcsolatba hozni az erdélyi magyar közönséggel. A Filmtet Fest, mint mondtam, 2001-ben jött létre, és hát sok éven keresztül egyedül Kolozsváron szerveztük, most is Kolozsváron van a rendezvénynek a központja, egy 3-4 napos olyan rendezvényként, fórumként, amely a friss magyar színvonalas filmek mellett magyar klasszikusokat is bemutatott, illetve az erdélyi magyar filmes termést is szemlézte és bemutatta. 2011-ben talán fogalmazhatok úgy, hogy ami a fesztivál történetében
egy fordulópont következett be, hiszen megkerestek először egy településről, majd fokozatosan több városból is érkeztek olyan felkérések, hogy ha lehet, akkor ezeket a filmeket ne csak Kolozsváron, hanem más erdélyi városokon is mutassuk. Először Nagyváradon, Udvarhelyen kezdtünk el a társszervezőink segítségével párhuzamos vetítéseket szervezni. Szerencsére jutottunk oda, hogy idén most már, hogyha ha minden jól megy, akkor 17 erdélyi településen fog sor kerülni a Filmtetfestre október elején. Mint említettem, a fesztivál gerincét főleg kortárs magyar nagyjátékfilmek adják, de emellett mi is számos szekcióval készülünk, és hát a magyar klasszikusok mellett most már versenyszekciónk is van, amely a fiatal erdélyi filmeseket célozza, amelyek egyiképpen rövid fikciós alkotásokat versenyeztetünk, a következő évben dokumentumfilmeket, és ezek mellett számos szakmai programmal, kísérő programmal is készülünk. Nagyon szépen köszönöm. Amire még nagyon kíváncsi vagyok az, hogy egyrésztről, mint fesztivál szervezők, másrésztről, mint gyakran hívott zsűri tagok egyaránt beleláttok a fesztiváloknak a kulisszái mögé, amit nagyon megköszönöm, hogyha ha meséltek róla nekem, hogy miképpen kell egy filmfesztiválnak mondjuk a megszervezését, vagy akár annak annak az összeállítását, a fesztivál program, a versenyprogramnak az összeállítását elképzelni, milyen kihívások, milyen célok, milyen napi feladatok, megoldandó gondok azok, amik az elmúlt években, amit itt tapasztaltatok, erre nagyon kíváncsi lennék. Nem tudom, hogyha valaki szívesen kezdeni, akkor azt megköszönöm, de akár tudom meg, fel is tudom, meg is tudok titeket kérni, hogy valaki beszéljen. Van valaki, ki szeretné kezdeni? Kezdhetem. Kodály Kecskeméten született, és több olyan mondata van, ami érdemes odafigyelni. Az egyik az, hogy a zene legyen mindenki, és akkor tőle kölcsönöztem azt, hogy az animáció legyen mindenki. Tehát ez gyakorlatilag ez a koncepciója a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválnak. Tehát egyszerűen nem csak versenyprogram van, van információs program, van retrospektív program, tehát visszatekintünk, főleg akiknek kerek születésnapjuk van, és hát van panoráma, tehát bemutatjuk a világ különböző animációs kultúráját. Kezdtük Ázsiával, aztán Latin-Amerika, Ausztrália, Afrika, most legutóbb a Canada National Film Board-nál, ami filmstúdiónak a filmjét mutattuk be. És hát ezen kívül pedig hát nem csak hivatalos verseny van, van gyermekzsűri, van diákzsűri egyetemistákból, van közönségszavazat, és hát nem csak Kecskemét, hanem Kecskemét környéki településen is vetítjük a filmeket, tehát elég sokféle helyről mérjük meg tulajdonképpen a filmjeinknek az értékét. Hát ezen kívül pedig hát el kell mondanom, hogy azokkal a kollégákkal csinálom, akikkel dolgozom a filmstúdióban, tehát ismerem őket, megbízható kollégák, tehát nélkülük azt hiszem, hogy borzasztó nehéz lenne, mert gyakorlatilag egy másfél év kell ahhoz, hogy egy nemzetközi fesztivált megrendezzünk. És hát amire utaltam arra, hogy a Kecskeméti Fesztiválnak van egy olyan kisugárzása is, hogy a világban bemutatjuk a magyar animációt, tehát volt lehetőségem az ASZIFA igazgató tanácsában nagyon sok embert megismerni. Az ASZIFA az a Világ Animációs Filmművész Szövetségnek a rövidítése, és ezáltal Távol-Kelettől kezdve Európa különböző országaiban mindenhol sikerült nem csak a Kecskeméti stúdiót, hanem a Pannonia Filmstúdiót, magyar animációt vetíteni. Most legutóbb azért volt a National Film Board, mert volt szerencsém a Cinemateca Kanadai Filmművész Szövetség meghívására is részt venni, és ott is vetítettem a filmeinket. Nagyon szépen köszönöm. Van esetleg nektek még valamilyen? Ez nagyon izgalmas dolog, amit említettél, hogy
ugye egy-másfél éves, vagy másfél éves szervezést igényel egy fesztiválnak a programjának és minden egyéb teendőinek az összeállítása. Ez is az ember, amikor akár versenyfilmmel, akár mint néző egy fesztiválra érkezik, akkor azt úgy gondolja, hogy ez úgy gyakorlatilag ott terem, és hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy ott fesztivállapok vannak, programfüzet várja, nemzetközi, hazai zsűri van, ott vannak a munkatársak, több helyszínen egyszerre, hogy milyen kihívás egy fesztivált megszervezni, értve ez alatt, amire nagyon kíváncsi lennék, egyrésztről a munkatársaknak a megválogatását és kiválasztását, másrésztről pedig amire nagyon kíváncsi lennék, az a finanszírozásnak az előteremtése egyaránt. Hát ha már rám néztél, akkor én szívesen folytatom. Nekünk tulajdonképpen ez egy családi vállalkozás, mind a mozi üzemeltetés, mind a filmfesztivál szervezés, amit ugye édesapa István kezdett el, én pedig belecsöppentem és folytattam. Tulajdonképpen sokszor szokták kérdezni, hogy tényleg valóban ezzel az egy dologgal szoktam egész évben foglalkozni, ami a filmfesztivál szervezés, és igen, ez a filmfesztivál szervezés és egyéb mozis teendők, pályázatírás kiteszik az év nagy részét. Tulajdonképpen, hogy azt tudom mondani, hogy maga a rendezvényszervezés a felemelő, jól eső része a kreatív munkának, és van egy nagyon meghatározó adminisztratív rész, amit, ahogy Ferenc is mondta, hogy amikor kint beszélgettünk, akkor említette, hogy tulajdonképpen itt össze kell hozni az egyes támogatókat, pályázatokat írni, előteremteni az anyagi forrásokat, és utána lehet elkezdeni gondolkozni a kreatív részen. Tehát nekünk is, hogyha nem lenne ott a család, édesanyám, apukám, és akik a közvetlen munkatársak, sajtósak, akik már szintén igazából családtaggá váltak, akkor nehéz lenne az eseménynek a szervezése. Egy állandó fesztiválirodára lenne tulajdonképpen szükség, ami egész éven át működik, ami több tagból áll, mi ennek a kialakításán folyamatosan dolgozunk. És én magam is igyekszem mindig tanulni és járni a fesztiválokat, ahogy Tamás említette itt a bevezetőjében, a velencei, a locarnói, a Karlovy Vary Filmfesztivál, vagy idén eljutottam Berlinbe, én mindig igyekszem ezeken a fesztiválokon ellesni a tippeket, trükköket, a kísérő rendezvényeket, a struktúrát, a filmválogatást. Én itt gyűjtök inspirációt és ötleteket a továbbiak megvalósításához. Pont. Van esetleg valamilyen kiegészítő, vagy megjegyzés? Én gondolkodtam, hogy a szóba került a Szenária film szemlével egybekötött konferencia, és ott elhangzott egy kutatás, amit ti végeztetek, és amelyet felmértétek. Lehet, hogy erről inkább te kéne majd beszélni, de oda szeretnék kiukadni, hogy az volt az egyik következtetés, hogy a magyar fesztiválok valahogy nem arányosan osszanak el az évfolyamon, ami egyrészt természetes is, a legtöbb fesztiválra össze kerül sor. És épp azon gondolkoztam, hogy ennek egy nagyon egyszerű és pragmatikus oka van, hiszen a legtöbb támogató az év elején, vagy mondjuk a mi esetünkben, akik mondjuk a helyi önkormányzathoz is, illetve román állami intézményekhez is nyújtunk be támogatási kérést több-kevesebb sikerrel, ezeket gyakorlatilag tavasszal írják ki. És például most májusban még van olyan intézmény, amelyik nem hirdette meg a pályázati felhívását. Úgyhogy gyakorlatilag nincs is lehetőségünk arra, hogy ezt mondjuk tavasszal szervezzük meg a fesztiválokat. De ezt nem is tudom, hogy miért mondtam. Az a lényeg, hogy miért össze kerül sor, és lehet, hogy egy kicsit klisészerűen hangzik, de
valójában ahogy véget ér a fesztivál, már rögtön elkezdünk a következő kiadáson gondolkodni, és egy Google dokumentumban összesíteni a tanulságokat, terveket, meghívottakat összeírni a következő évre. És hát gyakorlatilag a fesztivál előkészítését ezt a szűk 3-4 tagú csapat viszi végig, mondjuk ilyen 1-2 hónappal a fesztivált megelőző, vagy mondjuk augusztusi, és utána fokozatosan kapcsolódnak be további emberek ebbe a csapatba, úgyhogy a fesztivál idejére természetesen ez felduzzad. Hát nem tudom, 15-20 főre, hogyha ha nem nézzük, vagy nem számoljuk az önkénteseket. De gondolom, hogy ez így van a ti esetetekben is. Ami még szerintem tanulságos, és hát ugye ez a finanszírozáshoz is köthető, hogy valóban egy fesztiváliroda nem fenntartható önmagában, hogyha nincs még egy másik tevékenység, vagy azokat a munkatársakat az év többi időszakában hát fent tudja tartani, vagy le tudja kötni. Ez sajnos egy szomorú következtetés. Talán kiegészítve mindez, hogy Ferenc mondta, hogy egy fesztivál, mondjuk az animációs, Kecskeméti Animációs Fesztivál az animációs alkotók ünnepe, mint ahogy általában minden filmfesztivál egyfajta filmünnep is, meg egy nagyon kiváló találkozási pont, egy jó agóra arra, hogy a filmesek találkozzanak egymással, szakmai eszmecserék is történnek. Van egy másik nagyon fontos szerepe, hogy egy ilyen, elnézést az, hogy egy ilyen kvázi minőségbiztosítási szerep, hogy gondoljunk saját magunkra otthon a televízió előtt, szívesebben nézünk egy olyan filmet, amiről azt olvassuk, hogy Oscar-díjas film. Vagy azt olvasjuk, hogy Cannes fődíjas film, mert azt gondoljuk akkor, hogy egy minőségbiztosítás van rajta, az biztos valamilyen szempontból egy jó film lesz, hiszen megnyerte azt a fesztivált, ahol biztos sok ember elindult egy versenybe, mint egy úszóversenybe, a leggyorsabb úszó nyer, a legjobb film nyer. Nyilván ez egy végtelenül szubjektív dolog, de bízunk azokban a fesztiválokban, amik önmagukban brendekké váltak, hogyha úgy tetszik, kulturális ikonokká váltak, és hova odaadják a saját logójukat, ugye minősítik ezt a filmet. Ez jót tesz a filmalkotónak, hiszen belekerül egy ilyen vérkeringésbe a következő filmének az előállításához, nyilván az segítséget tud. Jót tesz a fesztiválnak, hiszen kölcsönösen hirdetik egymást a fesztivál a filmet, a film a fesztivált, és valójában a nézőknek is segít, tehát a fogyasztási szokásainkban is segít, hiszen előválogatja, kiválogatja számunkra azokat a filmeket, amelyeket egy hozzáértő szakmai zsűri vagy egyéb más grémium ennek talán nyilván ennek vannak sokkal mélyebb és sokkal összetettebb elemzésre lehetőséget adó szempontja is, de most csak a magyar fesztiválokra fordulva azt kell, hogy mondjam, hogy az itt ülő fesztiválszervezők és az itt velünk nem lévő fesztiválszervezők valójában a magyar film, a magyar audiovizuális kultúra egyik legfontosabb szereplői és legkevésbé látható szereplői, hiszen ők valójában teret adnak, színpadot építenek, lehetőséget adnak nagyon sok magyar filmesnek arra, hogy bemutatkozzanak, nagyon sok magyar filmnek arra, hogy bemutatkozzanak, és az áldozatos munkájukkal, a felépített brandjükkel, gondolva itt Szolnokra, vagy akár Kecskemétre, vagy most már ugye a Filmtett Fesztre is, segítik annak a filmnek, annak az alkotói csapatnak az utóéletét, hiszen ráteszik a logóját arra a filmre, hogy ez a film versenybe került, vagy netalántán nyert ezen a fesztiválon. Tehát mindösszesen azt szerettem volna visszakötni az előző kérdésedhez, hogy mik a legnehezebb feladatuk egy fesztivál szervezés talán, vagy mik a legfontosabb tennivalók. Én a támogatói oldalról azt láttam mindig, hogy az a legfontosabb és egyben legnehezebb feladat, hogy kiszámíthatóan magas szinten üzemeltessék azt a fesztivált, és ez nem csak a technikai kérdéseket jelenti, hogy legyen elég szálláshely, jó minőségű papírra legyen kinyomva a fesztivál programja, az úgy nézzen ki, hogy öröm legyen kézbe venni, tehát hogy egy esztétikus tárgy, és nagyon, az is nagyon fontos, hogy a megfelelő minőséget tudják minden évben biztosítani a fesztivál mögé, és ez nem csak a zsűri tagokat jelenti, hanem a fesztivál mellett dolgozók, emberekét, a fesztivál
kísérő programja olyan színvonalak legyenek, amelyek kölcsönösen emelik a fesztivál színvonalát és az egész rendezvénynek a színvonalát. Tehát én mindig azt látom, hogy ez a legnehezebb, mert minden évben újra neki kell állni a feladatnak, és minden évben törekednek, én legalábbis az itt ülőkre ezt el tudom mondani személyes tapasztalatom alapján, hogy az előző évi, vagy a két évvel ezelőtti szintet is átlépjék. Szóba került, hogy miért kell másfél év egy fesztivál szervezéséhez, egy nemzetközi fesztivál szervezéséhez. Valójában úgy van, hogy nem mondod már az utolsó napon, órában eltezik kell szervezni a következő fesztivál. Azért kell többek között ennyi ide, mert el kell menni különböző fesztiválra megnézni a filmállományt. Én két hét múlva megyek például az ANSZI fesztiválra, ahol egyrészt megnézem a versenyprogramot, hogy kiket kell meghívni, másrészt pedig itt találkozom a világanimációs krémjével, tehát a filmrendezőket, akiket meghívhatok a zsűribe, és ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy garanciát jelent arra, hogy a megfelelő színvonal, hát a Kecskeméti Fesztiválon említettem a partnerfesztiválokat, a partnerfesztiválok díjnyertes filmeit vetítjük, tehát akik elülnek Kecskemétre, azoknak nem kell elutazni Stuttgartba, nem kell elutazni Espinóba, nem kell Teheránba, Hiroshimába, egy példákat Londonba, mert ezeknek a fesztiváloknak a díjnyertes filmeit vetítjük, tehát sokkal gazdagabb a Kecskeméti Fesztivál, mint hogy a magyar animációs filmből válogatnánk, de hát itt is válogatjuk, úgyhogy nem csak hát az egész estés filmek, televíziós szerző rövid filmek, hanem amatőr filmeket is meghívjuk az országból. Tehát nagyon sokféle lehetőség van tulajdonképpen, hogy amit említette, hogy az animáció legyen mindenki, tehát mindenki bemutathassa a saját filmét. Köszönöm szépen, és többször említetted, hogy sok kísérő program, kísérő rendezvény beszéltetek és említettétek. Ez az, ami fontos és talán kiemelendő, hogy egy fesztivál ma már sokkal több, egy filmfesztivál is, mint egy filmmustra. Tehát sok, rengeteg, és ez is egy hatalmas kihívás lehet, egy izgalmas kísérő rendezvény, program, sorozatot minden évben összeállítani. Mik azok a kísérő rendezvények, értem ez alatt akár könyvbemutatókat, egy különböző kerekasztal beszélgetéseket, amit igyekeztek a saját fesztiválatokon szervezni. Tehát ki tudtok emelni néhány ilyen kísérő rendezvényt, amire mindig nagyon szoktatok a filmek mellett fókuszálni, vagy akár bővíteni folyamatosan a saját portfóliótokat, palettátokat? A Szolnoki Filmfesztiváloknak már nagyon régen kísérő rendezvényévé vált a tavaszi tárlat, téli tárlat. Ez azt jelentette, hogy a művésztelep munkáiból mutattak be képzőművészeti alkotásokat, és tulajdonképpen a festészet napjával egybeforrt a Szolnoki Filmfesztiváloknak a története és az ideje is, tehát egy időben van, úgyhogy aki Szolnokra ellátogat, az biztos, hogy a város különböző pontján képzőművészeti kiállításokat tud meglátogatni, ugyanúgy a könyvbemutatók, könnyű zenei, komoly zenei koncertek, igyekszünk technikai újdonságokkal szolgálni, VR bemutatót tartottunk tavaly, idén is igyekszünk ezt frissíteni, nem csak filmekkel, hanem játékokkal, és nekünk három szekciónk van, tehát az európai friss, látványos nagyjátékfilmeket láthatja a Szolnokra érkező közönség, melyről külön nemzetközi zsűri dönt. Ugye, ahogy a többiek említették, tulajdonképpen Szolnok is két évente kerül megrendezésre abban a tekintetben, hogy páros évben képzőművészeti, páratlanban pedig tudományos tematikájú filmeknek adunk teret, és ezen kívül pedig a diákokat, az egyetemistákat, tehát a filmes média, a látványtervező, filmművészeti, képzőművészeti szakos hallgatóknak a filmjeit mutatjuk be, és szerintem az egyik olyan fesztivál Szolnok, ami kiemelten foglalkozik a fiatalokkal, mi szállást, étkezést biztosítunk nekik 6 napon keresztül, és olyan mesterkurzusokat láthatnak külföldi filmes mesterektől, ami kiegészíti az oktatásukat, amik máshol nem elérhetők
én úgy gondolom, hogy Magyarországon és egyben így a tematikája is különleges a fesztiválnak, hiszen összeköti a látványtervezést a képzőművészettel és a tudománnyal. És még azzal egészíteném ki az előbb feltett kérdést, hogy nem véletlenül van a Szolnoki Filmfesztivál is októberben anyagi és pályázati megfontolásból, hiszen hozzánk is mire elérnek a források, addigra már elkezdődik a nyár, és onnantól lehet elkezdeni álmodozni arról, hogy kik azok a sztárok és nagy nevek, akiket szeretnék meghívni. Kecskeméten mi egy nagy ünnepet próbálunk adni a városnak. Nem véletlenül, hogy a fesztivál is Kecskeméten Mánces Fesztivál lett, de több szabadtéri vetítésünk van, és a fesztivál látogatása ingyenes. Ez problémát jelent főleg a Európa Közösségi Pályázatnál, mert bevételt kellene felmutatni, de hát én úgy gondoljuk, hogy mi, amit említettem, hogy legyen az animáció mindenkié, a szabadtéri vetítéseken nagyon sokan vannak, és nagy sikere van a szabadtéri vetítéseknek. De ezen kívül pedig hát valójában a kísérő rendezvények között a kiállítások, a zenei együttesek, előadások, könyvbemutatók, például a mellettem ülő Kolarik úr is bemutatott egy könyvet a legutolsó fesztiválon, de hát nagyon sok olyan hát rendezvények, példát mondjak, a gyerekeknek játszóház, animációs játszóház, tehát saját maguk készítetnek animációs filmet. Tehát én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy a Kecskeméten vagyunk, a város is gondolt arra, hogy mondjuk ünnep legyen. Legutóbb például a Hungarikum Fesztivál volt a fesztivál idején. Ez azt jelentette, hogy a város főterén különböző hát enni és inni valóknak a nagy választéka volt, és különböző egyéb kulturális események történtek, tehát egy plusz rendezvény rátelepül, ha úgy tetszik, az animációs fesztiválra, ami a városnak és a környékbelieknek is nagy élményt jelent. Köszönöm szépen. Igen, mi is igyekszünk a filmvetítéseket, amennyire lehet gazdag kísérő programmal kiegészíteni. Egyrészt vannak olyan programjaink, amelyek a filmes szakembereket célozzák meg. Azt hiszem Tamás is első alkalommal a Mecenatúra program képviseletében volt Kolozsváron, és azt mutatta be a jelenlevő rendezőknek, a producereknek, de ugyanúgy a film alapmunkatársai is jelen voltak, és a pályázati lehetőségeket ismertették. Természetesen mi is gondolunk a legkisebbekre, tehát a gyerekfilmek, animációs műhelyt is szervezünk számukra, illetve a filmes hallgatókra, akiknek az elmúlt években volt olyan, hogy filmkritikaíró műhelyt vagy filmszínész műhelyt szerveztünk a fesztivál keretei között. Amennyire lehet könyvbemutatókat is szervezünk. Illetve számunkra fontos, hogy az erdélyi magyar filmes örökséget is, ha lehet, bemutassuk a fesztivál keretei között. Természetesen ennek a legnagyobb részét a kolozsvári némafilmgyártáshoz kötődő programpontok jelentik, hiszen szerveztünk kiállítást, levetítettünk kolozsvári némafilmeket, de ugyanúgy mondjuk a Marosvásárhelyi vagy a Kolozsváron működő 70-es, 80-as években aktív filmes műhelyeknek az alkotásait is bemutattuk, vagy a két világháború közötti amatőr filmesek munkáiból is készítettünk egy összeállítást. Idén is készülünk egy ilyen programmal, hiszen idén ünnepeljük az egyik legfontosabb magyar filmes úttörőnek, Janovics Jenőnek a születésének a 150. évfordulóját, és a Bábes-Bolyai Tudományegyetemmel közösen szervezünk egy kétnapos konferenciát a fesztivál időtartama alatt. Úgyhogy valahogy így próbáljuk gazdagítani, dúsítani a fesztivál programját. Nekem még 2000-ben Nemes Kürti tanár úr mondta, hogyha az a szerencsés helyzetbe kerülök, hogy filmmel fogok foglalkozni, akármilyen szinten is, akkor
tegyem azt, hogy menjek a filmesek közé folyamatosan, és legyek ott ezeken a fesztiválokon. Az elmúlt 15 vagy már 20 évben abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy itt a Kárpát-medencében az összes magyar érdekeltségű fesztiválon ilyen vagy olyan szerepben, vagy filmnevezőként, vagy állami támogatóként, vagy zsűritagként, vagy szakmai program résztvevőjeként ott lehettem. És hogyha kívülről nézünk mondjuk egy filmfesztiválra, akkor mondjuk egy állami szerepvállaló, aki mondjuk a filmes igazgatásban dolgozik, az csak hálás lehet egy filmfesztiválnak, hiszen elmehet oda, és bezárva egy szűk idő alatt ismerheti meg mondjuk egy adott műfaj kortárs magyar filmjeit, vagy akár nemzetközi kitekintéssel annak a műfajnak a filmjeit, találkozhat azokkal az alkotókkal, akik csak mondjuk nevek egy pályázati papíron, vagy egy arcok egy televíziós műsorból, vagy csak egy újságcikkből megismerhet őket a valóságban, találkozhat velük, részt vehet azokon a szakmai programokon, amikor kinyílnak azok a titokgömbök, hogy hogyan készül a film, mi előzte meg a film elkészítését, milyen ötletből és kik segítették ennek a filmnek a megvalósulását, másrészt meg azt gondolom, hogy tanulhat is, mert én például a Kecskeméten, hogy Ferenchez fordulunk, nagyon sokat tanultam az animációról, a magyar animációról, a nemzetközi animációról, mert egyszerűen ott van az ember, nézi a filmeket, elmegy a szakmai programokra, és mint egy nyári egyetemen, egy gyors talpadó egyetemen ismerkedik meg, tanul arról a műfajról, vagy azokról a szereplőkről, és utána nyilván ez megfelelő érdeklődés vagy igényesség kérdése utána is olvashat és mélyítheti ezt a tudást. Tehát ilyen szempontból is kiemelten fontos szerepe van a fesztiváloknak, meg azért is nagyon fontos szerepe van, mert ugye Magyarországon akár a televíziós csatornákat, akár a mozikat tekintjük, azért túlnyomó részben a tengeren túli filmek foglalják el a teret, és a magyar fesztiválok, a magyar szervezési fesztiválok segítenek abban, hogy a kevéssé erős marketing értékkel és anyagi háttérrel rendelkező kortárs magyar alkotások eljussanak, megfelelő láthatóságot kapjanak, és ezáltal ugye fel is hívhatják magukra a figyelmet, nem csak a nézők, hanem a nézők felé a platformot biztosítók számára, itt akár gondolhatunk a televíziós társaságokra, vagy a moziforgalmazókra is. Tehát nagyon sok szempontból hasznos a munkájuk, amit végeznek, és én ezúttal is köszönöm a Művészetelmélet és Mozertani Kutatóintézetnek, hogy létrehozta ezt a beszélgetést, mert ugye ez a fórum és ez az alkalom lehetőséget ad a fesztivál szerzőknek és a magyar filmfesztiváloknak is arra, hogy megmutassák önmagukat, mert ugye mindig ők adnak lehetőséget a filmeseknek, meg a filmes kultúrával foglalkozóknak, hogy megmutathassák magukat, és nyilván a fesztiváloknak is kell az ismertség és kell a reklám, hogyha úgy tetszik, hiszen ők is bevételből szervezik a saját maguk eseményeit. Hát jó, hogy a finanszírozást érintetted, mert természetesen mi is sok mindent mondhatunk, amire büszkék lehetünk, de vannak természetesen problémák is. A beszélgetés előtt itt egymás között szóba került a finanszírozása egy-egy fesztiválnak. Hát a Kecskeméti Fesztivál legalább 20 helyről kell összeszedni a fesztiválnak a költségét, azok után már 35 éve, és egy nemzetközi fesztivál vagyunk, tehát nem arról van szó, hogy lenne kockázat a kultúrás kormányzatnak, hogy mihez adja a pénzt, és hát egy kicsit elméltatlanak gondolom ezt, mert hogyha nem lennék szponzoráink a városban, a Mercedes-től kezdve a konzervgyár építőipari cégek, és a református egyház meg mások, akkor nem tudnánk megszervezni. Volt már olyan példa egy jó pár évvel ezelőtt, hogy végső elkeseresen Orbán Viktornak írtam egy levelet, hogy adjon pénzt, mert nem tudom megszervezni a fesztivált. Hál' Istennek kaptam, tehát egy ilyen lehetetlen helyzet van 37 év után, és hát elnézést kérek a szakmai hát megkülönböztetésre, de egy játékfilm szemléz nyilván a nemzeti film ad egy bizonyos összeget, és megszervezik Veszprémben, Balatonfüredben, meg Almániban, nekünk pedig hát 20 helyről kell összeszedni a pénzt. Köszönöm szépen. Sok szempontot és sok dolgot említettetek, amire mindenképpen még szeretnék
fókuszál. Erre a finanszírozáshoz, igen, hogy talán a nézők kedvéért, ugye Magyarországon a filmfesztiválok finanszírozása, most itt elsősorban az ország határon belül, de akár Bálintékat is eléri ez, állami intézmények pályázatain keresztül történik meg. Ugye a közelmúltban a Nemzeti Film Alap és részben az NMH által működtetett mecenatúra program volt a finanszírozója, pályázati alapon ezeknek a fesztiváloknak tartotta fent az egyébként rendkívül színes és sokszínű magyar fesztivál kultúrát, köszönhetően az ilyen áldozatos munkát hozó embereknek, és ugye akár a Ferencék fesztiválját, akár az Éveik fesztiválját, de még a Bálintékat is különböző úton ezek a szervezetek támogatták. Ezek közé a támogatók közé zárkózik föl az a helyi önkormányzat, amely képes olyan anyagi erőforrásokkal rendelkezik, hogy támogassa az adott fesztivált, azt hiszem, hogy Szolnok, Kecskemét és Miskolc esetében így volt. Most ugye ebben az időpillanatban, hogy áll, azt nyilván ők jobban tudják, valamint azért vannak olyan állami intézmények, amelyek régóta szolgálják a magyar kultúrát, és így a magyar audiovizuális kultúrát, ilyen a Nemzeti Kulturális Alap, amelynek az éves szinten megjelenő pályázatai így vagy úgy elérik a filmfesztiválokat, mozi üzemeltetőket, filmes kultúra csinálókat, és 2020-tól pedig ezt a feladatot a Nemzeti Filmintézet vette át. Itt azért el kell mondanom, hogy kormánybiztos úr felkérésére készítettük el részben azt a tanulmányt dr. Vince Zsuzsannával, a Molni Nagy Művészeti Egyetem munkatársával, meg részben dr. Kocsis Miklós jelen kutatóintézet volt vezetőjének felkérésére készítettünk egy nagy tanulmányt, ami 32 magyarországi fesztivált ért el e-mailen, telefonon és különböző adminisztratív adatok felhasználásával, és vontunk le belőle bizonyos következtetéseket, és az igaz, amit Ferenc mondta, hogy a legtöbb fesztiválnak nagyon sok finanszírozási pontról kell összeszedni a finanszírozását, amely egyébként összességében nem is feltétlenül egy hátrány, hiszen egy fesztivál nem baj, hogyha kötődik ahhoz a közösséghez, ahhoz a térséghez, ahhoz a világhoz, amelyekből kinőtt, mondanám példaként a itt nem jelen nem lévő Bíró Tibor, ugye a Cinefest, a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szervezője, ő is igyekszik arra, hogy helyi érdekeltségű cégeket vonjon be, és ezáltal az ottani fesztivál meggyökeresedjen és kilombosodjon abban a térségben is. Ferenc ebben a munkában bár szigorúan fogalmazott, de nyilvánvalóan élen jár, hiszen amióta én őt ismerem és volt szerencsém ott lenni a fesztiválon, hihetetlen munkát végez, hogy a Kecskemét, a Bács-Kiskun megyei térség gyakorlatilag minden kézzelfogható gazdaság és kulturális szereplője bekapcsolódik abba a munkába, amit ő végez, és igen, ez egy értékteremtő, értékmegőrző munka. Én ugye nem bántom meg, hogyha azt mondom, hogy ebben emeli a magyar állam is azért igyekszik felzárkózni az elmúlt 10 évben, mert a mecenatúra program, a Film Alap, a Filmintézet azért szeretve, tisztelve támogatja Ferencék munkáit, ugyanígy a Szolnoki Filmfesztivált, és ezek a támogatások ugye elérnek a határon túlra is ma már köszönhetően az olyan embereknek, mint a Bálint, aki ugye a Filmtetfesttel gyakorlatilag a magyar filmek forgalmazási lehetőségét is megteremti Erdélyben, és fordítva lehetőséget ad a magyar szereplők számára, hogy megismerjék az erdélyi alkotó műhelyeket, alkotó közösségeket. Én is nagyon sok erdélyi kollégával ott találkozhattam személyesen, és ismerhettem meg az ő tevékenységüket, céljaikat, amely összességében mindenkinek a javára szolgál, hiszen a magyar kultúrát gazdagítják munkájukkal. Én szeretnék hozzáfűzni annyit, hogy szerintem egy filmfesztivál soha nem tud egy for profit vállalkozás lenni, még hogyha az azt üzemeltetőt, hiszen az KFT a mi esetünkben az is, mert hogy mi is azt szeretnénk, hogy a hozzánk ellátogató diákok, tanárok, fiatal filmrendezők mind be tudjanak ülni a vetítésekre, kísérő programokra, mesterkurzusokra, és mi is azzal szembesülünk, hogy évről évre a nulláról kell, hogy kezdjük a pályázatot, viszont hálásak vagyunk abban a tekintetben a Nemzeti Filmintézetnek, hogy egyáltalán van egy olyan magyarországi szervezet, ahova lehet pályázni filmfesztiválok szervezésére. Régebben a Nemzeti Kulturális Alapnál is lehetett, most ez az intézmény már más jellegű
dolgokat, hogy így fogalmazzak, támogat, tehát infrastruktúrális pályázatokon van lehetőség indulni, régebben filmklubokat lehetett támogatni általuk, és a Magyar Művészeti Akadémiát is mindig támogatóink között tudhatjuk, és nekünk ez óriási segítség, mert egy ember nem tud minden szerepkört ellátni, tehát én, mint fesztiváligazgató, nagyon sokáig néztem az előzsűrűzéstől kezdve a filmeket, és próbáltam részt venni tényleg minden folyamatban a fesztivál létrejöttéig. Aztán egy idő után beláttam, hogy én sem tudok több munkakört betölteni, tehát például a szponzorok felkeresése is időbe telik, és gyakran nem is azt a célt értem el vele, amit szerettem volna. De szükség van egy fesztivál stábra, először, ahogy a Bálint mondta, egy szűkebb stábra, és aztán, ahogy közeledik az esemény, egy kibővült stábra, aki támogatja az egyes munkaköröknek a munkáját, és mi is azt szeretnénk, hogyha évről évre nem kellene úgymond azt bizonyítani, hogy a filmfesztivál nemzetközi jellegű megállja a helyét, olyan filmeknek ad fórumot, amelyek máshol nem láthatók. Itt van ebben a kiadványban 1969-ben és 71-ben, 73-ban is arról beszélnek, hogy ezeknek a filmeknek nincs fóruma. Ma sincs ez másképp. Tehát ha ezek a filmfesztiválok nem lennének, az erdélyi, a miskolci, a kecskeméti, nagyon sok olyan filmkincset nem látnánk, mint ami van Magyarországon és környező országokban. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos. Szerintem nem véletlen az, hogy Miskolcon, Szolnokon, Kecskeméten és nem a fővárosban vannak olyan fesztiválok, amelyek viszont hosszú távon megmutatják a saját értékeiket. Nagyon egyszerű a dolog, Kecskeméten hát 500-550 szakmai kollega regisztrálja magát, nem Budapesten vannak, nem tudnak hazamenni, ott vannak szállodában, este beszélgetnek, tehát jól érzik magukat, adott esetben először őket kirándulni is, tehát mindenféleképpen fontos szerintem az, hogy nem a fővárosban vannak ezek a fesztiválok, és hát nem beszél arról, hogy természetes a valamilyen formában fölösen kívüli kultúrát fontos és szükséges támogatni. Nagyon fontos, hogy említettétek a személyes jelenlét, az, hogy ezek a találkozók, beszélgetések, esti programok, ezek meghatározó pontjai a fesztiválnak. Mégis ugye abban az időszakban voltunk, remélhetőleg múlt időben beszélhetek, ugye a pandémia, a világjárvány idején, az egy nagyon nagy kihívást jelentett, meg itt gondolom számotokra is, azzal tetéző, hogy jelen pillanatban a digitalizálódás és a streaming platformok világának a korát is éljük, és létrejött ugye létrejött az online fesztiválnak a műfaja. Az a kérdésem felétek, hogy ez egy kényszerűség, az online fesztivál, vagy ez akár már a jövő felé vezető út is lehet-e? Pontosan a személyes kapcsolatok és kapcsolódás véget fordulok, és felétek ezzel a kérdéssel. Hál' Istennek nem kellett nekünk online megszervezni a fesztivált, mert már a pandémia után el kellett halasztani egy-két hónappal a Kecskeméti Fesztivált. Én Argentinában voltam most legutóbb zsűritag ilyen online formában, de különben máshol nem voltam, és hát az a helyzet, hogy felkészültünk arra, hogy két szabadtéri vetítést is tartottunk, tehát hogyha valami közben jött volna, nem lehetett volna zárt helyen, és hát nagy siker volt a szabadtéri vetítés, már a technika tudja azt, hogy világos nappal is nagyon jó minőségben lehet filmet vetíteni, és hát mivel a Hungarikum Fesztivál volt, a Magyar Népmesés sorozatot reggeltől estig vetítettük a szabadtéren. Én azon oldivetű emberek közé tartozom, akik hisznek még a moziban, és hiszem azt, hogy ahogy Bálint fogalmazott, a közösségi audiovizuális tartalomfogyasztás, tehát a közösségi lét az egy fontos része az emberiségnek, meg fontos része a közösségeknek, és azt gondolom azért, hogy az online filmfesztiválok azok nem az igaziak, és az inkább csak a világjárvány szülte kaland volt. Nyilván van az online térben való munkának és létnek is hasznos és
és használandó formája, de a filmfesztivál és a filmfesztivál léte az, hogy egy térben, egy időben filmmel foglalkozó vagy azt szerető emberek össze tudnak jönni és tudnak beszélgetni. Aztán pont Szolnokon volt, remélem nem téveztem el, hogy Péter Greenevét láthattam, ugye az állatok volt a színpadon, ugye egész más, mert megnézhetek Peter Greenevével egy dokumentumfilmet vagy egy beszélgetést, de amikor ott van és látom, hogy a mester a színpadon van és ott lehet vele beszélgetni és lehet hozzá kérdéseket feltenni, az egy más élmény volt. Szerencsém ugyanígy Szolnokon Csupó Gáborral a Masterclass-t vezetni. Hát az is egészen más élmény, hogy a Simpson életre hívójával, a legendás magyar animációs mesterrel ott tudunk ülni a színpadon, a diákok, az egyetemisták oda tudnak jönni, kérdezni tudnak tőle, a szakmabéliek beszélgetni tudnak vele. Én az egyetemi órákon mindig el szoktam mondani a film iránt érdeklődnek, hogy avval foglalkozni kívánó hallgatóknak, hogy tessék fogni a hátizsákot és elmenni ezekre a filmfesztiválokra és ott eltölteni 3-4-5 napot, megismerni a szakmai szereplőket, beülni a filmekre, végignézni a kortárs filmeket, és hál' Istennek ma már rendkívül sok lehetőség is van arra, hogy munkavállalóként is akár a fiatal egyetemisták be tudnak kapcsolódni a filmfesztiválok szervezésére, annál jobb munka meg nincsen annak, aki filmmel szeretne később foglalkozni, és ez mindenkinek hatalmas élmény, nekem is óriási élmény volt, hogy Bolognában, nem is tudom milyen, vagy pontosan tudom, egy filmfesztivál keretében Francis Ford Coppolát így oda lehetett menni hozzá, és lehetett nekik kérdést feltenni, hogy ezt hogy csináltad, mester, és lehetett vele beszélgetni. Azért ezek nagy élmények, ugye a személyesség és a közösségben való élményt az én véleményem szerint nem helyettesíti az online tér, nyilván használni kell, amikor erre szükség van, és a pandémiának talán lehet ez egy pozitív hatása, hogy tudatosabban, okosabban és hatékonyabban tudjuk használni a rendelkezésünkre álló digitális eszközöket, de én hiszek abban, hogy közösen kiülni egy térre, vagy egy szép helyre, akár a szolnoki Tisza mozi elé, vagy akár Locarnóban a főtérre, és ott megnézni egy filmet, az különleges élményt biztosít a befogadónak, a néző számára, és azt gondolom, hogy az alkotóknak is más, mint ahogy szoktuk is mondani, hogy más egy ekkora képernyőn, egy ekkora képernyőn, vagy egy nagy mozivásznon megnézni egy filmet. Miért lesz közösségi élmény a közös filmnézés? Azért, mert bennünk történik meg a film, bennem is, és hogyha mellettem ősz benned is, és akkor már egészen másképp viszonyulunk egymáshoz, mert közös élményünk volt. Igen. És sokkal jobban bevonódik az ember, hogyha a nagy képernyőn nézi a filmeket. Szerintem összesen lehet hasonlítani. Én Szarajevói filmfesztiválon zsűriztem online, annyira szerettem volna elmenni, és akkor mondták, hogy van rá lehetőség, de online, akkor is elvállaltam, de most csak összetudom hasonlítani az idei berlini élménnyel, ahol egy hét alatt másodmagammal 28 filmet néztünk együtt, és tényleg, amikor az ember magába szívja a popcorn illatát, és mert egyik oldalán sírnak, a másik oldalán nevetnek, én nekem az igazi mocizás. Egyébként nincs rosszabb egy bezárt, üres, hideg moziban ülni, mint ahogy a pandémia idején történt. Ugye míg az éttermek át tudtak állni mondjuk a kiszállításra, egy mozi nem tudja hirtelen átalakítani a struktúráját, és nem is ez a célja, hogy online költözzön, hanem pont, hogy szeretnénk visszacsábítani az embereket a filmszínházba. Egyedüli pozitívumként arról tudok beszámolni, hogy volt egy nemzetközi uniós projektünk, amiben kényszerűen online térbe költöztettük a YouTuber workshopokat, és ezért nem csak Szolnokról és környékéről, hanem az ország többi részéről is tudtak csatlakozni. Ugyanígy a mesterkurzusokat, ahogy Tamás is említette, élőben ott látni a Greenway-t állni a színpadon, és reméljük idén is tudunk világsztárokat hívni. Ez teljesen más, mint hogyha máshonnan nézi az ember, ugyanakkor, ha pedig streameljük online, amit szeretnénk szintén a következő években is megtartani, viszont hozzá juthat az a diák, vagy bármilyen tanuló, aki viszont nem tud ott lenni személyesen az eseményen, úgyhogy azért van pozitív és negatív oldala is az online létnek. Én is teljes mértékben egyetértek ezekkel a véleményekkel. Mi 2020-ban szenteltünk nagyobb teret az online vetítéseknek.
De én is úgy gondolom, hogy a filmalkotóknak a faggatása, a film utáni, a mozi előtti beszélgetés a filmről, ez mind velejáró élménye kell legyen egy fesztiválnak, amit egy laptop képernyő semmilyen módon nem tud pótolni. És hát talán még van egy olyan gyakorlati szempont is, hogy sok esetben legalábbis nekünk ez volt a tapasztalatunk, hogy egy-egy filmnek az online vetítési jogának a megszerzése sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb, mint a nyilvános vetítésre elkérni egy-egy filmet, főleg azért, mert hogy ugye ezeknek a vetítési jogára már korán lecsaptak a nagyok, a Netflix, a HBO, úgyhogy én azt tapasztaltam, hogy ilyen szempontból is sokkal nehezebb. Mi amúgy nyitottak vagyunk, tehát mi is az online tér által nyújtott a lehetőségeket, azért már néhány éve kihasználjuk, például a versenyszekciónak az alkotásait elérhetővé tesszük online a fesztivál időtartama alatt, éppen azért, hogy a fiatal alkotóknak a munkáit minél többen megtekinthessék, de úgy gondolom, hogy azért mindenképpen a moziban van a helye a fesztiválnak. A hagyomány és haladás beszélgetéseken a filmes témák kapcsán mindig el szoktuk mondani, vagy el szoktam mondani azt a kevésbé jól sikerült gondolatot, hogy ugye egy kicsit mindig az a feladatunk, hogy a múltat a jelenbe kössük össze a jövővel, és ugye egy jó fesztivál is mindig így működik, és az itt lévő hölgy és urak által képviselt fesztiválokon ugye számtalanszor megtörtént, hogy idősebb mesterek tartottak előadást a fiatalok előtt, és lehetőség volt ugye azokat a korosztályos és egyébként a tekintélyből is fakadó falakat lerombolni és kezet fogni a generációknak, amelynek szerintem nagyon fontos szerepe van, főleg a mi nemzeti kultúránk szempontjából, hogy ne atomizáltan elkülönülve létezzenek alkotók és alkotások és életművek, hanem ezek szervesen kapcsolódjanak egymásba. Láttam Ternovszky Bélát, vagy Rófusz Ferencet, vagy a fantasztikus Gyulai Líviusznak ugye a tárlata, talán az egyik utolsó tárlata is nálatok volt, és ugye valójában a magyar kultúra szupersztárjairól beszélünk, legendáiról beszélünk, akiket egyébként nagyon sokszor emberként is megismerni egy olyan kitüntetés és élmény, itt akár Líviuszra gondol, vagy egy életen keresztül elkíséri ez a két mondat az embert, vagy az a váratétel, vagy kézrátétel, vagy jó tanács, amit kaphat tőlük, és ugye látni őket a műalkotás környezetében is, legyen az akár egy képzőművészeti kiállítás, vagy akár filmvetítés, szerintem fantasztikus élmény, és ezek a fesztiválok a különböző indítatásokkal, meg megkülönböztetési pontokkal mindig visszaadnak és vissza is hoznak valamit a magyar kultúrába. Ferencet nem szeretném már tovább dicsérni, mert ugye számtalan alkalom, vagy számtalan helyen megteszem, ha kéri, ha nem. De mondjuk akár Bálintra gondolva, ő is egy olyan szolgálatot tesz a magyar kultúrának, amely szinte pótolhatatlan, hiszen visszahozott gyakorlatilag egy olyan szereplőt a magyar kulturális közéletbe vagy köztudatba, amely szereplő azért valljuk be egy 50 évig nem volt itt velünk, ugye Janovics Jenőre gondolok, az első nagy magyar producere, és emlékszem, még mecenatúra tag, és meg mecenatúra koordinátor, meg médiatanás tag volt, amikor láttam a Bálint pályázatait, hogy érkeznek meg. Hát ha rosszul mondom őket, akkor majd Bálint kiavít, Janovics Jenő, a Magyar Paté, meg a Sárga Csikó nyomában, azt hiszem ezek voltak azok a dokumentumfilm pályázatok, amikor először jelentkeztél ott, és amikor talán legelőször voltunk ugye a filmfesztivál keretében, akkor is már ugye elkezdődött ez a Bálint részéről, ez a Janovics Jenő, hogyan szerepel a magyar kultúrában, és hogyan kéne ezt ismertebbé tenni, és hál' Istennek ennek a munkának eredménye van a filmekben, eredménye van Janovics Jenő köztudatba visszahelyezésében, eredménye van abban, hogy az előbb említett évforduló kapcsán ugye pont itt több jelenlévő segítségével, és a Petőfi Irodalmi Múzeum
támogatásával megjelenhet végre egy olyan Janovics monográfia, ami minden szeretét az életének, a színház rendezői, színházigazgatói, politikai és filmes tevékenységét is összeállít, és azt gondolom, hogy ez a munka, vagy ez a folyamat Bálint nélkül nem tartana itt, és ez is kötődik a fesztiválhoz, mint ahogy abban is egészen biztos vagyok, és akkor mégiscsak rátérek a Ferencre, hogy a magyar animáció nem itt tartana, hogyha ő megszállotta, nem csinálta volna nem csak a Kecskeméti stúdiót, hanem valójában a Kecskeméti stúdió mellett nem építette volna meg azt a színpadot, amit akár Kecskeméti Animációs Fesztiválnak nevezünk, ahol nem csak az az 500 ezer film szakmai szereplő jelenik meg, hanem azok a döntéshozók, azok a kulturális szereplők, akiket összeismertetett az animációval, és ugye ezt a kevéssé a mindennapjainkban velünk lévő műfajt, már nem a fogyasztási szokás, hanem a előállítási formára gondol, közelebb hozta a kulturális döntéshozatalhoz, de hogy a dicséret sora ne akadjon meg itt, hanem tovább lépjen. Ugye a Demeter család is egy olyan munkát végez, ami előtt le a kalappal, mert azt gondolom, hogy nélkülük nem működni a Szolnoki Fesztivál, és ez az 52 év már biztos megakadt volna, hogyha István és most már Éva át nem veszi ezt a munkát, mert azért ezt közelről is látva nem egy egyszerű történet végigcsinálni, mert valójában aztán Bálint fogalmazott így, hogy ahogy lezárul a fesztivál, másnap reggel ugye elkezdődik, valójában nem is a kiértékelés kezdődik el másnap, hanem a szervezése a következő évnek, ami a szállodafoglalástól a meghívottak elhívásán keresztül a forrás allokációig kiterjedt, szóval ez egy fantasztikus és hatalmas munka, és akkor zárásképpen, mármint a mostani zárásképpen, ugye itt a támogatók között de nem kellő hangsúlyjal soroltuk fel a Magyar Művészeti Akadémiát és a Magyar Művészeti Akadémiának a Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézetét, mert valójában sem ezek a beszélgetések, sem azok a kiadványok, amelyek azért foglalkoztak a magyar film szervezeti hátterével, és most foglalkozni fognak a fesztivállal, a magyar filmfesztiválokkal, nem jöhettek volna létre az Akadémia és a Kutatóintézet támogatása nélkül, és szerintem ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy végre megtörténik, mert a nagy alkotói életművek, a nagy filmek mellett, a nagy irányzatok és trendek mellett ugyanúgy a mozgóképes kultúránknak szerves részein már több mint 70 éve a fesztivál kultúra is. Itt a dicséretekhez mindenféleképpen fontos megemlíteni a fesztivál szervezőket, tehát szoktam volt mondani a munkatársaimnak, hogy ti nem vendégek vagytok, nekünk azon kell dolgozni, hogy akik érkeztek, azok vendégként érezzék magukat. Tehát nagyon furcsa a helyzet, mert ugye ők is szeretnének teljes értékű vendégek lenni, akik részt vesznek a szervező lebonyításba, de nem lehetséges, és kb. 20-25 ember az, aki folyamatosan lássi azt, hogy mit kell csinálni, és hogy jól érezzék magukat a vendégek. Nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmas, amire még mindenképpen szerettem volna, hogy kitérjünk, és sokszor említettetek már, tehát többször előkerült, hogy a fesztivál önmagában a versenyfilm, mint cím, önmagában egy fesztiválnak a külön díj, fesztiváli elnyerése, ez egyfajta minőségbeli fokmérő, amely forgalmazási szempontból is meghatározó egy európai, így különösen egy magyar film életében. Miképpen látjátok, itt azért sok minden folyamatosan változik a forgalmazási háló is, de a fesztiválok mind a mai napig meghatározó szerepet játszanak ebben a forgalmazási és ebben az értékláncban. Mi így önmagában a fesztiválozás általánosságban és a ti fesztiváljaitok is milyen szerepet töltenek be, illetve miképpen látjátok, hogy mit jelentenek a magyar filmek életében a fesztiválok, és ti miképpen kommunikáltok, miképpen igyekeztek mondjuk a hazai filmalkotókat és ezeket az alkotásokat segíteni abban, hogy belekerüljenek ebbe a vérkeringésbe, alkotói, szakmai és egyébként forgalmazási vérkeringésbe egyaránt.
Bocsánat, hogy egy ilyen kicsit hosszú és összetett kérdést tettem, talán némileg talán érthető is. Érthetőnek érthető, nagyon összetett, és próbáltam átgondolni, amikor ezen feltetted a kérdést, hogy mit tudnék rá röviden, tömören és lényegre törően válaszolni. Hát mi elsősorban kifejezetten odafigyelünk a magyarokra, ahogy említettem, ugye van diákfilm szekció is, de én minden évben, mielőtt tudom, hogy lejárna a nevezési határidő, körbe szoktam küldeni a stúdióknak, szólok a Kecskeméti stúdiónak, az egyes intézményeknek, magánembereknek, filmrendezőknek, akik tudom, hogy évek óta járnak hozzánk, hogy ne felejtsék el benevezni a filmjeiket. Idén először kénytelenek voltunk bevezetni egy szerény nevezési díjat, mert az előző évek azt bizonyították, hogy olyan magas a nevezett filmek száma, hogy azt már az előző zsűri sem tudta úgy feldolgozni, és rengeteg időbe telt. Úgyhogy idén például azzal segítettem a magyar filmrendezők munkáját, hogy küldtünk nekik ingyenes kódot, hogy be tudják nevezni a filmüket, és hogy ezzel sem terheljük őket. Én azt gondolom, hogy maga a nagy játékfilm szekcióban a díj kedvezményezettje a látványtervező, ami, ha jól tudom, nincs még egy olyan filmfesztivál, ahol lenne egy ilyen külön szekció, ahol a látványtervezőkön van a hangsúly, úgyhogy az ő munkájukat is szeretnénk ezáltal támogatni. Igyekszünk mindig pénzdíjjal jutalmazni őket, tudjuk, hogy a filmrendezőknek, legyen az magyar filmrendező, külföldi filmrendező, minden fillér számít, tehát hogyha most ez 100 000 forint, akkor 100 000 forint. Emellett van egy nagyon szép bronz szobrunk, plakettünk, amit minden évben Pogány Gábor benő szobrászművész tervez, és különböző adományokkal, felajánlásokkal igyekszünk ezt kiegészíteni. Úgyhogy én azt látom, hogy azért rengeteg magyar filmesnek nem sok megmutatkozási lehetőség van, hogyha most rövid filmeket nézünk, kis játékfilmeket. Tehát, hogy igenis szükség van ezekre a filmfesztiválokra, ahol meg tudnak mutatkozni. Köszönöm. Hát a televíziós filmeknél természetesen meghívjuk a magyar televízió képviselőjét, sőt, nagyon sok esetben helyszíni tudósítást adnak. Pontosan amiatt is tesszük ezt, mert ugye nem csak a magyar televíziós filmeket, hanem az európai televíziós filmeket is levetítjük, és ugyanezt tesszük a mozi forgalmazóknál. És hát ez szerencsénk volt, hogy az utóbbi időben több olyan egésztes és animációs filmben dolgoztunk, ami siker volt, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is Oscar-díjra nominálták, és természetes, hogy vetítették aztán a Magyarországon a mozik. Köszönöm. Mi 2016-ban hoztunk egy elég merésznek tűnő döntést, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy rendben van, hogy például Kolozsváron mi levetítünk egy magyar nagy játékfilmet, illetve lehet, hogy még van egy vagy két rendezvény, amikor ezeket meg lehet nézni, és ugyanígy más városokban is. De azért igény lenne arra, hogy mondjuk azt, hogy rendszeresebben vagy nagyobb mértékben eljussanak ezek a filmek az erdélyi nézőkhöz. És elkezdtünk moziforgalmazásban is bemutatni filmeket, ami egy elég nagy kihívás, és lehet, hogy az egy hosszú monológ lenne, hogyha ezt most elkezdeném tárgyalni, de az a lényeg, hogy egyrészt ugye egy nagyon hiányos infrastruktúra, ami jellemzi az erdélyi és a romániai mozi hálózatot, ez egy komoly kihívást jelentett számunkra. Emellett az, hogy amellett, hogy mondjuk a magyarországi forgalmazásánál a filmeknek, a magyar filmeknek van egy forgalmazói támogatás, amit lehet igényelni, egy forgalmazói és marketing támogatás. Erre ugye lehet pályázni a filmintézetnél, erre nekünk nem nincs lehetőségünk, mivel nem Magyarországon forgalmazunk ezeket a filmeket. Úgyhogy hát talán leginkább ugye a könyvkiadáshoz tudnám hasonlítani ezt, ami mind a kettő, hogyha azt nézzük, gazdasági tevékenység, de gyakorlatilag hát nem igazán fenntartható, mi is örvendünk, hogyha valamilyen szinten megtérül a befektetett pénz és energia,
Ennek ellenére most már több mint 20 filmet, 20 nagy játékfilmet mutattunk be, és van reményünk arra, hogy európai támogatással ezt tudjuk folytatni, ezt a tevékenységet. Értékláncot használta, tehát valójában az európai film forgalmazásnak, vagy akár a film gyártásnak és a film eljuttatásának az egyik nagyon fontos eleme, az értékláncnak egy nagyon fontos eleme a filmfesztiválok, nem csak az európaiak, Magyarországon a magyarországi filmfesztiválok is. Valójában ugye ezt akár az Európai Unió által végzett felmérésekből is tudjuk, hogy a határon túli film a mozi bevételeknek 75-80%-át kiviszi Európából, és még a legjobb, legnagyobb európai filmek és filmrendezők, itt akár Almodóvárra is gondolhatunk, filmjei is forgalmazási támogatással tudnak egyáltalán fenn és benn maradni az európai mozi hálózatokban. És ugye ezek a forgalmazási támogatások részben pénzügyi támogatások, amit szupranacionális, tehát ilyen össz-európai támogatási szervezetek biztosítanak, vagy a megállami támogatások, ahogy egyébként ezt a magyar állam különböző szervezetei által, például a Nemzeti Kulturális Alap által is megteszi, de támogat filmeket, hogy a magyar mozikban ott legyenek, akár adott esetben kedvenc példámmal élve Almodóvár filmjeit is. És ugyanennek ennek az értékláncnak egy fontos minőségbiztosítási eleme, hogyha úgy tetszik, ugye a filmfesztiválok is, mert hogyha van egy aranypálmád, vagy egy aranymedvégy, vagy egy kecskeméti fődíjad, akkor ugye az a film már kiemelkedik a sok film közül, hiszen egy díjazott, egy nívós fesztiválon díjazott film, ami hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben eljut a nézőkhöz, vagy találkozhat a nézőkkel, ami nem egy egyszerű ügy, ugye az amerikai filmek dömpingje, marketingereje, a moziforgalmazási hálózatok tulajdonosi láncait figyelve, tehát ezért is egy nagyon fontos dolog, és ahogy a filmet támogatjuk, a film előállítási költségeit támogatjuk, nem csak Magyarországon, hanem Európában is, pályázati úton, állami eszközökkel, hiszen kizárólag piaci úton ezek a filmek azért nem jönnének létre. Ugyanúgy fontos a platform és a minőségbiztosítás elemeit is támogatni. Támogatni kell, ugye, ahogy támogatja a magyar állam, azokat az átmozi pontokat is, ahol bemutatásra kerülnek, azokat a forgalmazókat, akik megteszik, hogy forgalmazzák ezeket a filmeket, és ugyanígy támogatni kell még, hiszen támogatja a magyar állam ezeket a kulturális találkozási pontokat, amit most jelen esetben filmfesztiválnak nevezünk, mert ez egy nagyon fontos szelete, nagyon fontos pontja ennek az értékláncnak, nagyon fontos színpada a bemutatásnak, és itt ugye mindig az a kérdés kell, hogy felmerüljön a kulturális kormányzatból, szüksége van a nemzeti kultúrának ezekre az elemeire, és hál' Istennek az elmúlt 30 évben javuló tendenciával, különösen az elmúlt 10 évet tekintve a válasz igen, mert támogatja ezeket a pontokat, a filmgyártást, a fesztivál szervezést, a forgalmazást, nagyon kiterjedten és nagyon sokrétű eszközökkel a magyar állam. Ennek is köszönhető, hogy még létezik az átmozi struktúra, hogy még léteznek a magyar filmfesztiválok, és azért létezik, sőt, nagyon szépen virágzik a magyar film és filmgyártás is. Köszönöm. Beszéltünk múltról, beszéltünk jelenről, egy kicsit szeretném, hogy beszéljünk jövőről is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan látjátok a fesztiválozásnak a jövőjét, hogyan látjátok a saját fesztiválotoknak a jövőjét, és arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen dolgokkal készültök a következő fesztiválotokon. Hát, én mindig kicsit bosszankodom, amikor látom, hogy vannak fesztiválok, ahol az első díjas film Oscarra nominálódik egyből, és ezek az animáció területén van a Zágrábi Filmfesztivál, volt tavaly, volt a Hiroshima-i Fesztivál. Azért, mert ezek a világból hívják meg a filmeket a versenyben, nem úgy, mint Kecskemét, a európai filmeket. Tehát
Szerintem mindegyik fesztiválon voltam, amelyeket felsoroltam. Kecskemét sem egy hátrányosabb helyzetben lévő fesztivál, de mindenféleképpen ahhoz, hogy a Kecskeméti Fesztivál Oscar-díjra nominált legyen az első díjas film, az kell, hogy ne csak Európából, hanem a világból hívjunk meg. Tehát én úgy gondolom, hogyha a lehetőségem van, akkor a következő lépés az lenne, hogy kibővítenénk, nem csak Európából, hanem a világból hívnánk meg filmeket. Hát a Szolnoki Filmfesztivál kapcsán sokat gondolkodtam, hogy mi lehetne a következő lépés. Nemzetközi pályázatokban kezdtem el gondolkodni, annak is köszönhetően volt egy sikeres pályázatunk, amiben egy bolgár, egy horvát és egy szlovén mozival együttműködtünk, és hoztuk létre a saját szakmai programjainkat, és közösen is tudtunk gondolkodni. Ez egyfajta nemzetközi kitekintést adott, és ennek kapcsán felbuzdulva gondoltam, hogy ki lehetne terjeszteni a saját filmfesztiválunk együttműködését is sokkal jobban más filmfesztiválokkal, annál is inkább, mivel olyan pályázati lehetőség van, hogy ténylegesen együtt kell dolgozni más külföldi fesztiválokkal és hálózatban gondolkodni. Ez nagyon hasznos lenne, hiszen az országbeli támogatási forrásokat is ki lehetne ezzel egészíteni, és szerintem egy újfajta dimenziót nyitna meg számunkra. Hát ez hosszas előkészítő munkának lesz a, hát nem tudom még, hogy az eredménye, de nagyon szeretném, hogyha ez megvalósulna. Abban is lehetőséget látok, hogy a magyar egyetemisták vizsgafilmjei, diplomafilmjei, amelyek nem versenyfilmként szerepelnek a filmfesztiválunkon, hanem a legfrissebb alkotásoknak a bemutatása és egyfajta fórum, eszmecsere alakuljon ki a mi saját őszi filmfesztiválunkon. Erre tavaly óriási igény volt, a kisebb teremben rendeztük meg, és most idén azt tervezzük, hogy a nagyobb terembe tesszük. Szintén ki lehetne bővíteni az egyetemek számát külföldi egyetemistákkal, ahol ilyen filmes média képzés zajlik, de akkor szerintem kinőnénk a saját mozinkat, ez pedig a támogatási források növelését jelenteni, hiszen akkor több helyszínt kellene bekapcsolni. És én továbbra is a személyes jelenlétben hiszek, úgyhogy mindig nagyon szerencsések voltunk ezzel az októberi dátummal, mert vagy már elmúlt a pandémia, vagy még nem jött vissza, de hogy sajnos októberben nincs olyan időjárás, hogy szabadtéri vetítéseket lehessen tartani. Én hiszek abban, hogy ezt idén is meg fogjuk tudni tartani, és egyelőre nevekről és világsztárokról azért nem tudok még beszélni, mert most még csak május van, de igyekszünk a színvonalat tartani, és akár ezt meg is ugrani évről évre. Hogyha így a hosszabb távú tervekről kell vallani, említettem, hogy a fesztivál az kolozsvári központtal működik, de párhuzamosan több erdélyi helyszínen szervezzük meg a társszervezőinknek köszönhetően. A kolozsvári program az elmúlt években egy ötnapos program volt, és így két-három napos rendezvények zajlottak a többi városban, a többi helyszínen. Én úgy gondolom, hogy számunkra ez lehet egy kihívás, hogy ezeket a helyszíneket megerősíteni, amennyire lehet. Eddig is törekedtünk arra, hogy ha meghívtunk filmalkotókat, akkor ne csak Kolozsvárra látogassanak el, hanem amennyiben lehet, menjenek el Székelyföldre, és mondjuk Csíkszeredában, vagy Szentgyörgyön is kerüljön sor egy közönség találkozóra, vagy útban visszafele mondjuk Nagyváradon, vagy Szatmárnémetiben. De úgy látom, hogy ez még egy olyan tér, vagy olyan ebben még tudnánk fejlődni, és valahogy meg lehetne erősíteni ezeket a helyszíneket, amelyek még részt vesznek a fesztiválban. Köszönöm szépen. Hát mi avval tudjuk segíteni a munkát, és a több eszem az akár szólhat ennek a beszélgetést megszervező és létrehozó művészetelmélet és módszertani kutatóintézetnek, hogy egyrészt ezeket a tereket biztosítjuk a fesztiválok bemutatkozásának. Meg fog jelenni
a Szavária Film Alapítvány és a Művészeti Akadémia gondozásában az a fesztivál, magyar fesztiválokat összefoglaló bemutató gyűjteményes tanulmánykötet, amelyben az itt ülők aztán mind szerzőként szerepelnek, az is valójában a magyar fesztiválok történetében az első olyan kötet lesz, ami bemutatja a fesztiválokat, tehát mindenképpen, ha úgy tetszik, filmtörténeti jelentősége is van, hogy legalább ez a munka ebben a formában elindult. Én magam részéről annak nagyon örülnék, hogyha az a népszerű szóval élve hálózatosodás felerősödne, hogy a fesztiválok egymásra találnak, kölcsönösen segítik és támogatják egymás munkát, hiszen mind térben, mind időben és sokszor műfajilag is elkülönülve dolgoznak, nem betétársai, nem kiegészítői egymásnak. Egyre természetesebben és szervesebben kapcsolódnának össze azokkal a magyarországi kultúrát támogató vagy hordozó platformokkal, amelyek akár a filmintézetet, akár a közmédiát, vagy akár más televíziós csatornákat jelenti. Szerintem ezen az úton is jól haladunk, de nyilván lehet még hatékonyabban eljárni, és fontos dolognak tartom az elcsépelt szóval is sokszor bosszankodva hallott nemzetközi esítést, amelyet ugye sokszor használnak emberek egyfajta cél megfogalmazására, ami végtelenül bosszantó, mert ugye nem, az a nemzetközi esítés az nem egy cél, hanem az egy eszköz, főleg mondjuk egy kulturális platform esetében egy eszköz ahhoz, hogy találkozzunk, meg egy eszköz ahhoz, hogy bemutassuk a saját nemzeti kultúránkat is, hogyha csak a kulturális területen vagyunk, és ugye ennek az eszköznek a mind hatékonyabb használatához tudunk meg egymásnak segítséget nyújtani, mint akár fesztiválszervezők, vagy filmklub szervezők, vagy filmről gondolkodó, vagy írók, vagy azt tanítók, vagy annak az igazgatásában dolgozók. Tehát ha nem konkrét fesztiválhoz kötve, akkor általános értelmén ezt tudnám mondani. Nagyon szépen köszönöm, és ez végszónak is nagyon szép volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon, nagyon izgalmas volt hallgatni. Nagyon sok erőt és sok egészséget kívánok a munkátokhoz. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, és köszönöm Demeter Évának, Kolarik Tamásnak, Mikulás Ferencnek és Zágani Bálintnak, és nagyon köszönöm a minket követőknek és hallgatóknak egyaránt, úgyhogy engedelmetekkel akkor el is engedlek titeket, és nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt az estét és ezt a beszélgetést. Köszönjük.